A Nagyerdő Magyarország első természetvédelmi területe. A történelmi hagyományok is arra késztetik a város vezetését, hogy pályázzon Európa zöld fővárosa címre. 2019-ben hirdetett cselekvő környezetpolitikát Debrecen. A széleskörű összefogásnak köszönhetően elkészült az 50 pontból álló zöld kódex. A jövő műhely harmadik pódium beszélgetésén Balázs Ákos alpolgármester a zöld főváros pályázat kapcsán azt hangsúlyozta, hogy lennie kell előttünk egy olyan célnak, ami összefog és erősít bennünket, és mindent megtesznek azért, hogy sikerrel járjanak. Amit a zöld kódex is tartalmaz, és az a közösség, aki itt formálódott az elmúlt években Debrecenben, a városnak az adottságai, azt gondoljuk, hogy feljogosít bennünket arra, hogy méltán próbáljuk meg is, legyünk bátrak, és legyen egy olyan közös cél, amiért mindannyian tudunk dolgozni. A Debrecen környezetvédelmi programját készítő szakemberek már tanulmányozták a korábbi nyertes pályázatokat. Megállapításuk szerint fontos, hogy legyen az Európa zöld fővárosa pályázatnak olyan eleme, amiben megvalósítanak valamilyen különleges zöld innovációt. Az újszerű megközelítéseket hálózatba kell szervezni. A szakemberek szerint be kell mutatni egy a múltban lezajlott sikeres programot is nyomon követéssel, de a legfontosabb, hogy a lakosságot bevonják a zöld innovációk megvalósításába. A legnehezebb szerintem, és bízok ilyenkor a debreceni polgároknak majd az aktivitásába, meg bízok benne, hogy mindenkit be tudunk vonni, a szélesebb értelembe vett társadalmat meg kell tudnunk mozdítani, és igaziból csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha Debrecen lakosságának jelentős részét be tudtuk vonni ebbe a programba. A szakértők úgy vélik, Debrecennek nem csak a közigazgatási határán belül kell környezetvédelmi szempontból a fenntarthatóságra törekedni, megoldást kell találni arra, hogy a legkisebb terheléssel biztosítsák az energiaellátást és a közlekedést, például csatlakozási pontokat kellene kialakítani a város személy- és teherforgalmában. Legyenek olyan helyek, ahol át tudják cserélni a közlekedésüket, a közlekedési lehetőségeiket sokkal zöldebb megoldásra, és ezáltal minket sem terhelnek annyira, amennyire terhelnének akkor, hogyha a távolról jövő közlekedési eszköz teljesen beengednénk a városba. Az Európa zöld fővárosa pályázatról később Debrecen környezetvédelmi programjáról, a zöld kódexről következő ülésén határozza közgyűlés.